Május 29-én lesz az első koncertje annak a koncertsorozatnak, ahol Lerch István és a Supergroup lép fel, és ennek a produkciónak részese, résztvevője lesz Miheller Mirtil is, aki itt van velem a vonalban. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát kérem, mesélj el, hogy mit szólt, amikor Pisti megalakította ezt az új formációt, és önt is hívta, hogy induljanak el erre a bizonyos turnéra. Természetesen nagy lelkesedéssel fogadtam, hát az én profilom ugye a jazz műfaján belül, a populáris jazz műfaján belül mozog, és azért ez egy teljesen más jellegű zenei kihívás, és nagyon nagy várakozással állok a koncert elébe. Hát tudtommal azért is jött létre ez a formáció, hogy a Pisti életre hozott, mert egy fantasztikus nagyszabású koncert után van ő, egy ilyen életmű koncert után, amiből DVD is készül, és hát picit, hogy ez az anyag mozgathatóbb legyen, mert hiszen ott egy nagy szimfonikus zenekar szólal meg, ezért egy ilyen pici kombó formációban fogjuk annak a műsornak az anyagát, hát nagy átfedésekkel eljátszani, nyilván amit enged a megszólalás. Milyen dalok lesznek majd a repertoárban, és ezek közül esetleg melyik az, vagy melyek azok, amelyek önhöz a legközelebb állnak? Gyakorlatilag ugye a Lerch dalok közül, amit hát sok előadótól ismerünk, mert azért nyilván Charlie-nak, Malek Andreának, Kovács Katinak, szóval rengeteg nagy énekesnek ítő dalokat, úgyhogy ők még ma is éneklik ezeket a dalokat, de hát nyilván én ezeket fogom megkapni, mert hát Pistinek ugye szóló albumai is megjelentek, tehát a szóló albumáról szerető számokat ő fogja énekelni, és hát ezekből az említett előadóból, ja, nem beszélve a V-motorok dalokról, ezekből kaptam én egy csokorra valót, hogy tolmácsoljam majd ezen a koncerten, úgyhogy nekem nagyon vegyes, mert többféle stílusú előadótól kaptam dalokat, de hát valamennyire nyilván kénytelen leszek az én saját számíza szerint átformálni, ahogy nekem kommunikálnak ezek a szövegek, ezek a történetek, hát remélem, hogy ez jól fog sikerülni, és elfogadható lesz egy más szájíz szerint is majd. Én szerintem ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, és egy nagyon izgalmas hangulata lesz majd a közönség számára is, amikor új átértelmezésben szólalnak meg ezek a dalok, és hát a háttérben ugye olyan remek zenészek lesznek a színpadon, mint Rutka Róbert, vagy Latman Béla, illetve Szendi Gábor, nem beszélve Lerch Istvánról. Így van. Szerintem is ez egy nagyon érdekes megszólalás lesz így, hogy tulajdonképpen egy úgymond kis formáció, egy kis zenekar szólal meg, hát legalábbis ugye a szimfonikusokhoz képest ez azért egy kis formáció, de mégis azért úgy gondolom fog tudni egy teljes hangzást adni, hiszen azért Lerch Istvánról tudjuk, hogy a billentyűk, az effektek, a mindenféle nagy kutatója, hát Rutka Róbert is egy remek gitáros, és hát nyilván az alapot pedig a ritmus szekció fogja hozni, tehát szerintem egy teljes hangzást így is el fogunk tudni érni, meg hát nyilvánvalóan a vokálokkal még erősítjük majd egymást, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas anyag. Május 29-én lesz tehát a MOM művelődési központban a nyitó koncertje ennek a turnénak este 19 órai kezdettel. Milyen hosszúra tervezik ezt a turnét, vagy milyen hosszúra várható? Én azt gondolom, ez majd függni fog a felkérések számától is. Istvánhoz érkeznek be ugye a felkérések, tehát én erről még annyira sokat nem tudok, de azért azt tudom, hogy most itt a nyári szabadtéri szezonban azért már több megkeresés is van. Hát reméljük, hogy ez minél több színpadra az országban el tudjuk juttatni. Én azt gondolom, hogy ezek a dalok örökzöldekké váltak így az évek, évtizedek folyamán. Hát mondhatom azt, hogy azért még az én is ezeken nőttem föl, tehát a V-motorok lemezen, az még nekünk bakelitom meg volt, szóval annyira emlékszem erre az időszakra is. És szerintem ezek ilyen mindvégig sláger típusú dalok, főleg amik ebben a repertoárban kilettek tűzve eljátszása. Úgyhogy szerintem ez egy olyan koncert lesz, ami kicsiket nagyokat, tehát korosztály függetlenül vonzani tudja a közönséget. Én ezt remélem tőle, hát reméljük így lesz. Én is így remélem, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok ehhez a koncerthez, illetve az egész sorozathoz. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. A kedves hallgatók Miheller Mirtilt hallották. Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.